részlet az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb figyelemfelhívó baleset megelőzési kampány videójából. A készítők arra hívták fel a figyelmet, hogy a balesetek megelőzéséhez nem csak a szabályokat kell betartani, a közlekedés biztonsága a vezetők előrelátásán és magatartásán is múlik. Pénteken a Tolna megyei baleset megelőzési bizottság tagjai koszorúzták meg a Kölesd melletti Bartal szobrot, hogy így emlékezzenek meg a Tolna megye útjain közlekedési balesetben elhunytakról. Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője arról beszélt, hogy idén Tolnában eddig nőtt a balesetek száma a tavalyi adatokhoz képest. Mindig azt nézzük, hogy plusz-minusz 10%, amit még úgy nagyjából kezelhetőnek tartunk, illetve stagnálásnak veszük. Ugye vannak olyan, az összbaleset számban gyakorlatilag ez a 10% alatt van, a halálos, súlyos eredményű balesetek tekintetében viszont 10% fölötti az emelkedés. A szakértő szerint a sérüléssel vagy halállal járó balesetek jelentős része még mindig azért következik be, mert sokan egyszerűen nem használják a biztonsági övet. Az konkrétan látható az idei balesetekből, hogyha a biztonsági övet használták volna, akkor az életet mentett, hiszen ugyanabban az autóban ülő személyek, akik be voltak kötve, azok gyakorlatilag könnyű sérülést szenvedtek. Aki még az autóban helyet foglalt, az súlyos, vagy ugye halállal végződő baleset következett be emiatt. A Kölesd melletti Bartal szobrot az 1938-ban 23 évesen motoros balesetben elhunyt Bartal György emlékére állították. Az idei megemlékezésen a rendőrök mellett a közlekedésben érintett társhatóságok és motoros egyesületek képviselői is részt vettek.